A szenteknek életüket tanulmányozva én nem vettem észre, hogy van-e olyan, amit nem lehet megbocsájtani. Szerintem minden meg lehet bocsájtani, de nem kell elfelejteni. És valamikor mi megbocsátjunk, de lehet, hogy távolságot tartjunk a bizonyos személyektől, de ez nem jelenti, hogy belül van egy sérelem, vagy egy harag. A harag, ez rontja a mi tudatunkat, a mi pszichikánkat, a mi testünket, és nem leszünk képesek szeretni. Csak azt tud szeretni, aki meg tudja bocsájtani. Ugyanúgy látjuk a Jézus Krisztust, akit nagyon-nagyon megbántották, megölték, és ő nem volt megsértődve, ő még az Istent is kérte, hogy bocsássa meg nekik, mert ő már megbocsájtotta. Szóval meditáljunk ezen, hogy tényleg van olyan, amit nem kell megbocsájtani?